Egy csepp méz több legyet vonz, mint egy hordó epe. Abraham Lincoln. Ma a konfliktus kezelésről lesz szó, ugyanis mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, ahol nem értjük, hogy a másik hogy gondolkozhat úgy, ahogy gondolkozik. Viszont vezetőként kötelességünk tenni azért, hogy ezeket a helyzeteket feloldjuk. Ezt én baromira nehezen értettem meg, és a helyzet az, hogy ki nem állhatom a buta embereket. Na, a buta emberek alatt azokat értem, akik nem képesek a másik nézőpontjából megvizsgálni egy helyzetet, és minden logikus érvet totálisan elutasítanak. Azonban az nem vezet semmilyen megoldáshoz, hogyha csak az igazunkat próbáljuk bizonygatni, hiszen nem az a cél, hogy elmondjuk azt, amit akarunk, vagy bebizonyítsuk, hogy nekünk van igazunk, hanem kialakítsuk azt a helyzetet, azt a körülményt, amivel kvázi rá tudjuk venni a másikat, illetve magától úgy fog dönteni, hogy úgy cselekedjen, ahogy azt mi szeretnénk. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis megjelent egy könyvem a HVG kiadásában, az a cím, hogy Válj valóra, hatékonyságnövelés, én márka és life hackek. Már kapható kb. Bármelyik könyvesboltba bemész, ott is elérhető, viszont a váljvalóra.hu-n tőlem közvetlen rendelheted meg, így a legolcsóbb, és még dedikálom is. Van pár egyedi ajánlatom, úgyhogy nézd meg az oldalamon, menj rá. Vannak ezekhez különböző képzések és online képzések, ezek a like gomb alatt megtalálhatóak, megnézheted. Most viszont indítsuk el a vlogot, beszélgessünk a konfliktus kezelésről. Kezdjük el! Sokszor csak mi magunk bonyolítunk túl egy helyzetet, és amúgy a megoldás vér egyszerű. Lépjünk ki a saját nézőpontunkból, gondolkodásunkból, és próbáljuk megérteni, hogy mi motiválja a másikat, mit miért mond. Egy ismerősöm egyszer panaszkodott nekem, hogy a külföldön tanuló gyereke sosem válaszol neki, sosem ír, és én mosolygva kérdeztem, hogy amúgy mit szoktál neki írni, és mondta, hogy megkezdő, hogy mizu, hogy van az élet, milyen a suli. Biztos te is emlékszel arra, amikor így hazajöttünk általános iskolákból, és a szüleink megkérdezték tőlünk, hogy na, mi volt a suliba? Semmi. Ha nagyon általános kérdéseket teszünk fel, akkor nem nagyon fognak erre válaszolni, nem indul be, mindig valamire rá kell tapintani az egyik, vagy az adott embernél. Az anyukám ebben nagyon ügyes volt, ugyanis ő azt csinálta, hogy konkrétumokat kérdezett. Mi történt ezzel vagy azzal? Jót játszottál Pistikével? Hogy zajlott a szavalás? Mit szóltak hozzá? Milyen visszajelzést kaptál? Ha konkrétumokra fókuszálunk, akkor érzelmeket váltunk, és több konkrét válaszokat tudunk kapni az egész dologgal kapcsolatban. Úgyhogy ez a cél, hogy minél inkább valami specifikusat adjunk át. Például az ismerősömre visszatérve, ő ráírt Messengeren a gyerekére, és kérdezte, hogy na, hogy alakul a tavasz, hiszen kitaláltátok már, hova mentek? És csodák csodájára a srác a gyerek nem hogy visszaírt, hanem konkrétan felhívta a szüleit, és elkezdte mondani, hogy jaj, olyan nehéz leszervezni, meg megbeszélni, hogy hova menjünk, meg drága minden, és tanácsot is kért a szüleitől. Az élet számos részére igaz, hogyha valós és mély párbeszédeket szeretnénk, akkor érdemes a másik szemszögéből nézni a dolgokat, és így formálni a kérdéseket. Most vegyünk át 5 kérdést. 5 kérdés, ami bármilyen konfliktusban is vagy, biztosan segíteni fognak a sikeresebb kimenetel érdekében. Az első,
Az első magától értetődik. Határozzuk meg a konfliktust, hogy mindenki ugyanazt értse ez alatt. Nagyon sokszor van olyan, hogy az egyik így éli meg, a másik úgy, és kiderül, hogy nem is ugyanaz a bajuk, nem is ugyanarról a konfliktusról beszélnek. Volt a Jó barátokban az a sorozat, amikor a Joey kb. Olyan lett, mint egy nő, ezt a Chandler felhozza neki, és így megsértődik, és erre mondja a Joey, hogy nem az a baj, amit mondtál, hanem ahogy mondtad. És erre így ráeszmél, hogy úristen, egy nő vagyok. Remélem átjön, hogy mire gondolok. Használd az 5 miért módszert. A 70-es években vezette be a Toyota pontosan probléma megoldása, hogy miért, 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 miért. Már sokszor csak attól, hogy 5-ször egymás után feltesszük ezt a kérdést az adott válaszra, meg fog oldódni, hogy mélyebbre ásunk, és kiderülnek olyan dolgok, amit lehet, hogy magunk, illetve a vita partnerünk, akivel konfliktusban vagyunk, sem gondolt igazán bele. Vázold a megoldási lehetőségeket, ezt egyfajta benchmarkingnak hívják, és nagyon fontos, hogy adj magatoknak időt, ne indulatból hozzatok fel érveket, beszélgessetek, veszekedjetek, ugye különbség van a vita és a veszekedés között. Hogyha időt adtok, kiveszitek magatokat a képletből, sokkal könnyebben fogtok eljutni a megoldáshoz. Értékelj és válasz. Az összes lehetséges kimenetel összegyűjtése után nyomd le az egót, tedd félre, ez egy nagyon nehéz lépés, de próbáljatok egy olyan megoldást találni, ami mindegyik fél számára egy pozitív, utána nem keserű szájízet hagyó, hanem valahol azért egy mosolygós eredményt hoz. Aztán bármire is esett a választás, valósítsd meg, onnantól az a közös döntés, azzal kell foglalkozni. Most pedig foglalkozzunk a lifehackekkel. Ezek a lifehackek valamennyire el fognak térni az előzőektől. Megmutatom azt, hogy miként áshatunk egy konfliktus mélyére. Úgyhogy kezdjük az elsővel. Kezdésnek gondolj egy olyan konfliktusra, ami éppen aktuálisan zavar, ami miatt nem tudsz aludni, vagy ezzel ébredsz fel, hogy valahogy erről álmodsz. Szállj arra minimum 10 percet, hogy összeírod az ezzel kapcsolatos gondolataidat, problémáidat. Elsőre könnyűnek hangozhat, de ide tényleg nagyon mély, őszinte gondolatok kellenek. Hogyha komolyan veszed, akkor érezni fogod, ahogy nyugszol le, ahogy rendeződnek ezek a cikázó gondolatok benned, és még az is lehet, hogy egy új perspektívát is meg fogsz találni. Bármilyen konfliktusra is legyen szó, találj 2 elemet. Először is határozzátok meg azokat a pontokat, amikben egyetértetek. Majd miután találtok néhány ilyet, akkor beszélgessetek arról, hogy mik azok, amiket fejleszteni lehetne, vagy amin még mondjuk valamilyen változtatások által jobb eredményre tudnátok érni. Itt nagyon fontos, hogy sosem a negatívval szabad kezdeni, mindig az elején találjatok néhány közös nevezőt, amiben egyetértetek. Érdemes azzal kezdeni, hogy mindegyik fél kinyilatkoztatja, hogy ugyanazt akarja, a megoldást. Csak éppen a megoldási módot látjátok másképpen, viszont a jelen folyamatnak köszönhetően el fogtok jutni, így vagy úgy eljuttok a megoldáshoz. Egy kis pro tip, igyekezz minél többször helyeslésre bírni a másikat, ez ugyanis ilyen tudatalatti pszichológiai szinten már egy közös kapcsolat, egy pozitív légkör teremt meg. A mai vlog az ennyi volt, hogyha itt vagy és végignézted, nagyon szépen köszönöm. Ha most találkoztunk először és tetszett az, amit láttál, akkor egyrésztről nyomj a feliratkozás gombra és mellette a csengőre, hogy ne maradjál le a következő tartalmakról. Ugyanis például holnap arról lesz szó, hogy hogyan pitchelj, sztorizzál, prezentáljál. A like gomb alatt pedig megtalálható a link a whyvalora.hu, ahonnan meg tudod rendelni a könyvemet, ott a legolcsóbb kvázi, és még dedikálom is, Budapesten pedig akár személyesen is összefutatunk, de bármelyik könyvesboltba be lehet menni, és ott megtalálod a könyvet, szuper érzés. By the way, tartozik néhány képzés is, ilyen online kurzus a könyvemhez, személyes márkaépítés, illetve hatékonyság növelés, ez is a like gomb alatt megtalálható. Utolsónak pedig, hogyha úgy gondolod, hogy valakinek hasznos lehet az a gondolat, ami ebben a vlogban volt, akkor kérlek, oszd meg, vagy küldd el neki, ezzel nagyot segítesz neki is, meg persze nekem is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem holnap találkozunk. Szia! Sziasztok!